Tavaly 300 forint volt, idén 400 forint a sárgarépa kilója, és ez egyes árusok szerint tavaszra elérheti a 600 forintot is. A káposzta tavaly 300 forint volt, most 400. Ha nem esik az eső, nagyon nagy baj lesz, sőt, már baj van, mondják az árusok, akik nem szívesen nyilatkoznak a kamerának. A barackfák virágai a tavaszi hidegben megfagytak, így az árusok arról számoltak be, hogy a fák alig hoztak 10-20%-os termés átlagot. 1000 forintos áron kelnek el a barackok, kevés a kajszi, az őszi barack, valamint a nektarin. A szilvafák 50%-os termést hoztak, a medgy és a cseresznye átlagosnak mondható. Csak arra panaszkodnak az árusok, hogy a nagy hőségben a termés megég a fán. Akik nem öntöznek rendszeresen, azok nehezen tudják megőrizni a termés minőségét. Már árulják a nagy cserkeszi és az új fehértói dinnyéket. A görögöt 300, a sárgát 500 forint körüli kilónkénti áron. Régen lékeltük nagyon sokáig. Most már úgy lehet csak, hogy meg lehet vágni, sterilen le kell zárni, és akkor úgy viszik el csomagolni. A színe elárul minden. A színe meg a hanvassága, lehet, hogy látja is, hogyha ilyen hanvas színű, akkor már az annak a jele, hogy már érett. Érett, kemény érett legyen a héja, az már azt jelenti, hogy érett a gyümölcs. 37 éve árul mézet ez az árus, kilós és félkilós kiszerelésben, és alig ha nem, ő az egyedüli, akinek a portékája idén olcsóbb, mint tavaly. Mindig a vegyeset viszik, mert olcsóbb, végül is mondjuk is, hogy egészségesebb, mert 6-900 féle virág, annyi féle gyógyítóanyag. És akkor mégis az akácméz a legnagyobb. Az akácméznél az, hogy nem ikrásodik, az, hogy más íze van teljesen az akásznak, mint a vegyesnek, és igazából azért hungarikum az akászméz, mert egy kellemes, zamatos, aromás ízű méz. A bellaróza burgonya átlagosan 300 forint, az uborka kilónkénti ára 400 forint, a cukkinié 300. Az árus elmondása szerint nagy a kereslet a salátafélékre, így más megyébe is járnak. Sokan nem vállalkoznak erre, hogy salátákkal foglalkozzanak, de mi nagyon szeretjük, télen is van. Akkor ilyen madársalát, a vizitorma, nagyon örülnek a nyíregyháziak neki, hogy van ez, meg hívnak minket más megyébe is. És mindig igyekszünk valami újdonsággal előrukkolni, salátafajtákba. Most is lesz majd már a jégnek lesz egy ropogósabb változata, meg a kristály salátának piros fajtája, úgyhogy nagyon örülnek a vásárlók mindig ezeknek az újdonságoknak. 50 forintot emelkedett a kapor és a petrezselye mára, így egy csomó átlagosan 300 forintba kerül. Az öntözés itt is elengedhetetlen. Be van programozva, hogy ha itt vagyunk, akkor is locsolni kell, főleg egy salátát. Azt nagyon nehéz ilyenkor megcsinálni, a salátának olyan 18 fok az optimuma, és ugye néha sajnos ott a barna homok a földünk, ott néha 40 fokot is elérheti a hőmérséklet. Almát találtunk 590, fokhagymát 2000, vöröshagymát 350 forintért. Népszerű a savmentes paradicsom, a maga 850 forintos ára ellenére is, a karfiol 700, az eller 800 forint. A paprika ára 350-400 forinttól indul.